Az ellenőrzés során elsősorban a járművek láthatóságára fordítottak kiemelt figyelmet a rendőrök. A hatóság a tél folyamán folyamatosan felhívja a figyelmet a világító berendezések karbantartására és azok rendeltetésszerű használatára. Ugyanakkor fontos a járművek teljes műszaki ellenőrzése is a téli, ködös csapadékos idő beköszöntével. A rendőrök azt mondják, a lámpák használata kapcsán vannak még hiányosságok, de például egyre többen figyelnek a téli gumik meglétére és a jármű megfelelő műszaki állapotára. Én nekem szokásom, hogy minden hosszabb út után most Budapestről jövök, a mosóba fogok menni egyből, hogy le is fogom tisztítani a kocsit. Egyrészt esztétikailag jobban néz ki, jobb, hogyha tiszta. Másrészt nagyon fontos, hogy a közlekedésben résztvevők észrevegyenek engem is, amire közlekedek, ezért mindent megteszek, ami szükséges. A közlekedés biztonsági ellenőrzés része volt a nemzetközi Roadpool akciónak, amelynek keretein belül ezúttal az ittas vezetőket szűrték ki. Ennek érdekében a megállított járművek sofőrjeit meg is szondáztatták a rendőrök. Az autók műszaki ellenőrzésében a Magyar Autóklub is részt vett. A szervezet szerelője, ha szükséges volt, helyben kicserélte a lámpák égőit, de több más műszaki problémában is segítséget tudott nyújtani. A szakember azt mondja, azt tapasztalja, hogy egyre tudatosabbak és körültekintőbbek az emberek. A műszaki oldaláról az a tapasztalatom nagyon több évtizeden át, hogy azért mindenki, vagy a többség legalábbis igyekszik egyre jobban rendbe tartani az autóját, évszaknak megfelelő a broncs, abból is azért egy viszonylag, hogy mondjam, jó állapotban legyen megfelelő minőségben. Hát nyilván itt is azért lehet találkozni extrém példával, de én úgy érzem, hogy tehát javul a tendencia. Az Zala megyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, megyénkben a baleseti statisztika stagnál. Ugyanakkor az idei évben több volt a súlyos sérüléssel járó karambol, mint tavaly. A vezető baleseti ok továbbra is a sebesség nem megfelelő megválasztása és a követési távolság be nem tartása. Emellett azonban még mindig többen vannak olyanok, akik alkoholos befolyásoltság mellett ülnek a volán mögé. A szombati ellenőrzés ezek kiszűrését is célozta. Országosan is, de megyei szinten is javuló tendenciát mutat az ittas járművezetők ellenőrzéséből kifolyólag az ittas járművezetők kiszűrése. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hisz Magyarországon null tolerancia elve van érvényben a járművezetők tekintetében, és természetesen a továbbiakban is, főleg itt az ünnepek közeledtével, az ünnepekhez közeledve ezen járműveknek, a járművezetőknek az ellenőrzését fókuszálva a ittas járművezetők kiszűrésére hajtjuk végre. A járművezetők többsége egyetértett abban, hogy fontosak ezek az ellenőrzések. A rendőrség elmondta, az idei évben lehet további ellenőrzésekre számítani. Ezek szintén az ittas vezetésre, a gumiabroncsok állapotára és a passzív biztonsági eszközökre fókuszálnak majd.